édesapám, kédesanyám, csodás titkot várunk, Jézus Krisztus eljön hozzánk, oltárához állunk. Hogyan napot megélhetünk, megköszönjük néktek, fáradtságtok, mindenkünk, drága kincsé élet. Örülő két karotoktól most Istenhez megyünk, hogy a földi életünkben elmúltéve legyünk. Adjátok meg áldásokat, hálás szívvel kérjük, és pecsétnek a szívünkre helyezzük, melyünk. Urunk Jézus, aki ma először tesz gyermekeink szívébe, áld meg őket és vezesd. Ne engedd, hogy elszakadjanak tőled, mert csak addig a mi gyermekeink, ameddig a tiéd is. Vezesd őket, és kis kezükkel együtt fogd szorosan a miénket, hogy mindnyájan egyek legyünk a te szeretetedben. Titokzatos tested győzelmes erejében, a hitben, a szeretetben és a szent reményben. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, egyházközségünk nagyon szép ünnepére, az első áldozási ünnepre jöttünk ma össze. Mielőtt azonban liturgiánkat elkezdenénk, a leendő első áldozók megújítják a keresztségi fogadásukat. Hisz annak idején, amikor őket megkeresztelték, akkor szüleik és keresztszüleik mondták el helyettük a hitvallást, vállalták azt, hogy keresztény módon fogják őket nevelni. Most már nagy fiúk és nagy lányok, ha bármi kisfiúk és kislányok, ők is megerősítik ezt a keresztségi fogadást. Kik vagytok ti ünneplőbe öltözött kisebben? Kisfiúk és lányok vagyunk, keresztény kisgyermekek. Isten háza ez a templom. Belépni, hogy megkedett. Nekünk, Atyánk, a jó Isten, ő hív minket, mert szeret. Az oltáron Jézus lakik, az Istennek egy fia. Jézus, ami vendégünk lesz, szívünkbe fog jönni ma. Jézus nagyon, a szívetek szépen díszbe öltözött. Három arany lesz a trónja, és sok királya fölött. Miért hívjátok szívetekbe az ég és a föld királyát? Tisztább szebb lesz majd a lelkünk, ha Jézusnak adjuk át. Ilyen apró gyerekekkel az Úr Jézus mit tehet? Meglátjátok ti bölcs nagyok, általunk tesz Jézus nagyok, megmenti a nemzetet. Kedves gyermekek, ti már tudjátok, hogy az első emberek bűne miatt minden ember az eredeti bűnnel születik a világra. Ti is így születtetek. Az eredeti bűntől a keresztségben tisztultatok meg. Isten ekkor gyermekeivé fogadott benneteket, és megadta a megszentelő kegyelmet. De valamit kért is tőletek. Azt, hogy legyetek mindig az ő jó gyermekei, az ördögre sose hallgassatok, rosszat sose tegyetek. Ti akkor még kicsinyek voltatok, helyettetek, szüleitek, keresztszüleitek ígérték meg ezt a jó Istennek. Most már nagyok vagytok, ezért az Úr Jézus, mielőtt a szívetekbe jön, tőletek magatoktól is szeretné hallani, tényleg a jó Isten gyermekeit akartok elenni. Ezért én most Isten nevében megkérdezlek titeket az egész nép színen. Feleljetek ezért a kérdéseinket. Ellene mondok, hogy az ördögnek. És minden cselekedetének. És minden csábítására. Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Akartok-e Istennek mindig tiszta és buzgó gyermekei lenni?
Akarunk. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennetek. Amen. Mindezen fölül pedig szeressétek egymást,
mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje uralkodik még szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak! Éljen bennetek elvenedik Krisztus békéje! Tanítsátok és kincsétek egymást nagy bölcsességgel! Énekeljetek hálás szívvel Zsoltár, Hímus és Szent Dalokat Istennek! Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjátok hálának, Istennek, a Atyának. Ez az Isten igéje. Az időt,
aki Názáretben József és Mária gondoskodása alatt növekedett korban és bölcsességben. Az, aki felnőttként Palesztina boros útjai vándortanítóként járta és hirdette Isten örömhírét, Isten evangéliumát. Az, aki képes volt parancsolni még a természet erőjének is. Képes volt a háborgó tengert lecsendesíteni, meggyógyítani a betegeket, feltámasztani a halottakat. Az, aki az utolsó vacsorán testvét és vérét adta eledelő az ő követőinek. Az, aki ellenségeit elfogadtak, aztán fel is váltakkal halálra ítéltettek, és a Golgotát felfeszítettek. Az, aki meghalt, akit eltemettek, de halottaiból harmadnapra föltámadik, és föltámadása után 40 napra fölment a mennybe, és ott ül az Atyának a jobbján. Az, aki úgy ment fel a mennybe, hogy ígérete alapján mégis közöttünk maradt, egészen a világ végezetéig. Ahogy ezt a hitvallásban is megerősítették. De hogyan maradt közöttünk ez a jobbján? Ő maga mondta egy alkalommal, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, jót tesz közöttük. Apostolainak azt mondta, hogy bajban lévő emberekkel is. Az utolsó ítélet napján, annak alapján fog majd jobbjára, vagy baljára állítani minden ember, miként bántunk vele rászoruló embertársainkban. Pál apostol olyan szépen fogalmazta ezt meg, azt mondta, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Tehát a szentekben is jelen van. Kedves elsőváltozók, kedves testvéreim, azonban az Úr Jézus jelenlétének egy egészen különleges, az eddig felsoroltaknál is valóságosabb formája az oltári szentségben való jelenlét, a kenyér és a bor külső színe alatt. Ahogy tanultuk, tanultátok a hittanórákon, az oltári szentség valóban Krisztus valóságos teste és vére. Mindez természetesen hittitok. Emberi felfogó képességeinknek korlátai vannak, mert az emberi tudás véges. A láthatatlan világ azonban létezik, még ha az emberi szem nem is látja. A hit az az emberi képesség, amely ennek a láthatatlan isteni világnak a dolgait megközelíthetjük. Meg talán soha nem érthetjük, de megközelíthetjük. A kenyér és a bor színe alatt biztos valóságos jelenlétét. Mások pedig a katolikus tanítás védelme érdekében érthetnek. A századok folyamán, főként Európa országaiban, mintegy 60 ismertebb, csodás esemény történt az oltári szentség körül, amely által Isten újra és újra igazolt a valóságos jelenlétét ebben a nagy szentségben. Egyes esetekben a gyengülő hit támogatására jött a csoda. Máskor maga a nyiséző pap érezte, hogy kételjött, hogy valóban átváltozik-e a kenyér és a bor az ő kezében is Krisztus testévé vagy bélévé. A következő történet egy olasz városkában, Bolzénában történt, Szent Krisztina templomban, ott jegyezték föl a 11. században. 1263-ban egy Rómában tartó cseppap utazott át a városon. A prágai Péterként emlegetett papot, miközben szentkését mutatott be, kétséget gyötörték afelől, hogy hát az mostja valóban átváltozik-e Krisztus testévé. És az átváltoztatás pillanatában, amikor a pap átváltoztatta a kenyeret Krisztus testévé, az átváltoztatás pillanatában ez a prágai pap megdöbbenve vette észre, hogy az átváltoztatott és megtört kostjából vércseppek hullottak a kehely alatt levő kis terítőre, az oltárra, sőt, még a márvány padló néhány köve is véres lett. És a bozinai hívek ezt a bevégzett oltár kendőt körbevitték a faluba és elvitték körmenetbe IV. Orbán pápához, aki éppen a közeli Orvietóban tartozkodott. És a pápa miután
1264-ben meggyőződött a történteknek a hitelességéről, szeptember 8-ai dátummal egy bullát adott ki, amely elrendelte Corpus Domini, az Úr napja, vagyis Krisztus szent testének és vérének ünnepét, amelyet majd a jövő vasárnap ünnepi. A Szentostjából csöpögül vérre láztatott három márvány követtesvéreink ma a bolzénai Szent Krisztina templomban őrzik, és kérésre megtekinthető. A vércseppek ma is világosan láthatók. Belérzett oltárkendő az Orvietói székesegyházban tekinthetőnek. De idézhetjük az olaszországi Acciánóban történt csodát is, 8. századból, amikor egy bazilika szerzetes pap kételkedett Krisztus valóságos jelenlétében. Míg a kenyér és a bor átváltoztatásának szertartását végezte, azok élő hússá és élő vérré változtak. És ezt a csodát nagyon sokan, sokféleképpen vizsgálták az évszázadok folyamán. Legutóbb 1981-ben folytattak vizsgálatokat a legmodernebb orvostudományi eszközökkel. És a legnagyobb tudományos pontossággal végzett szövettani és laboratóriumi vizsgálatok a következő eredményeket állapították meg. Az ostjából kialakult húsdarab kifejezetten emberi szívizom, amely tartalmaz artériát, vénát és izomlósokat. A vértípus, mint a többi, a Vatikán által elismert csoda esetében AB típusú. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez a fajta vércsoport, vértípus található Krisztus halotti leplén, a Toledói leplén is. A csodás húst és vért 1200 éve természetes állapotában őrzik, az elején ki vannak téve fizikai, légkörének, biológiai hatásoknak, és ennek ellenére eredeti állapotokban maradtak fel. Ez már önmagában rendkívül jelenség. Kedves testvéreim, az öntudatos, katolikus hívő természetesen nem szorul rá arra, hogy a szeme láttára ez a csoda megtörtént, az ő személyes megváltójára, Jézus Krisztusnak a teste, a bor pedig, amelyet a pap átváltoztat, az ő szent vére. Egyszer Szent Lajos francia király szaladtak a szolgái, és jelentették, hogy felség azonnal jöjjön a templomba, mert nagy csoda történt. A Szentség tartóban levő nagyoskában, kisgyermek alakjában látható az Úr Jézus. Szent Lajos erre azt válaszolta, hogy nem megyek. Menjenek azok, akik nem hiszik azt, hogy Jézus valóban jelen van a Szentostjában. Én jó. Ha ilyen eset történne veled, ti mit tennétek? Kíváncsian mennétek, futnátok, hogy megnézzétek a csodát? Vagy Lajos királlyal hallanátok, hogy én jobban hiszem ezt, mint hogyha a szemben látok. Befejezésül nagyon tanulságos, ugyanakkor elgondolkodható történetet adunk el. Kínai kislány volt. Szigú, úgy hívták a kislányt, Szigú, 6 éves kínai kislány volt. Kedvessége és jó szívűsége miatt szülei Szigúnak, azaz kis szeretetnek nevezték el. Szigú minden nap elment a templomba, ahol a missziós atya az első áldozásra készülő fiatalokat tanította. Ezek már mind nagyon bacska, 10-12 éves fiú kislányok voltak. A kis Szigú az beült az utolsó padba, és szárt átva hallgatta a missziós atyának a szavát. Gyere, mondta egyszer a missziós atya, abban a kis aranyozott házikóban, ott az oltáron az Úr Jézus van. Ő ott mindig gondol rád, és nagyon szeret titeket. El sem tudom mondani neked, mennyire szeretlek titeket, és alig várja már, hogy első áldozók legyetek. Alig várja már, hogy átköltözhessen a ti szívetekbe, a ti lelketekbe. Mert nálatok sokkal jobban szeret lakni, mint abban a kis házban. Amikor a földön járt, egyszer pihenni tért az út szélére, mert már nagyon elfáradt. És éppen akkor jöttek oda a közeli falukból,
a szülők a kisgyermekeikkel, ahogy az evangéliumban hallottuk. De az apostolok nem akarták odaengedni őket, mert Jézus pihent. Ő azonban meghallotta a szóváltást, és azt mondta, hogy engedjétek hozzá a kisgyermeket. Ezt az evangélium szakaszt olvastuk ma föl. Ezt hallottuk. Látjátok, így szerette és szereti Jézus a gyermekeket. És a tanítás végén a missziós atya visszament a plébániára, a gyerekek pedig szépen elmentek haza. Csak a kis szigúr ült még ott a padban, gondolataiban merülve, aztán hirtelen fölperekedett és átment a missziós atyához. Határozottan előállt, és azt mondta, eljárt, és azt mondta neki, hogy tisztelendő atya, valami nagyon fontosat akarok neked mondani. Hadd halljam, hát mit szeretném? És a missziós atya mosolyogva lehajolt a csöpp kislányhoz, aki olyan komolyan állt előtte. Azt mondta neki, hogy szeretnék én is megáldozni, szeretnék én is első áldozó lenni. Te azt mondtad, az Úr Jézus szereti a gyerekeket. Én is szeretem Jézus, ezért kérlek, hogy add nekem őt. Missziós atyát meghatotta a kislány kérése. De azt mondta neki, hogy nagyon kicsike vagy még a szívó, még csak tájfogaid vannak, hát majd ha kiesnek a tájfogaid, akkor jelen lesz. Szigú szomorúan tipegett hazafele, ám egy jó óra múlva megjelent a plébánián. A missziós atya ilyetten nézett a kislányra, mert Szigú szemei könnyesek voltak, szájából pedig csorgott a vér. Mi történt? Egy nagy kővel kiverte a tájfogait. Azért, hogy megáldozhassa, hiszen azt mondta neki a missziós atya, ha már nem lesznek tájfogai, akkor erre a pap szemei is könnyesek lettek, és magához ölelte a kislányt, és átsietett fel a templomba, hogy rögtön megáldoztassa. És azóta Szigú nem Szigú, nem kis szeretet a neve, hanem Magú, azaz nagy szeretet. Kedves első áldozó gyerekek, kedves szülők, kedves testvéreim, nekünk nem kell a tejfogainkat kiverni ahhoz, hogy megáldozhasson. De kérdés, hogy vágyakozunk-e ennyire a Jézussal való találkozásra, a vele való egyesülésre, vagy csak megszokásból járulunk-e szentáldozáshoz. Egy valamit ne felejtjenek el. Ha nagyon vágyakoztok a szentségi Jézus után, és hisztek az ő valóságos jelenlétében, akkor valóban szép és boldog lesz a mai nap. De nem csak a mai nap, hanem minden egyes nap, amikor a szentáldozásban Jézussal egyesülhettek. Szent Lajos francia király és a kínai kislány példájára nekünk is mindig erős hittel kell vinnünk és megvallani egyik nagyon szép népénekünk soraival. Ez nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban. Amen. Imádkozzunk testvéreim most felállva. Imádkozzunk testvéreim az első áldozáshoz járó gyermekekért, hogy egyház élő tagjai legyenek. Arra kérünk, hogy gondosan őrizzék a megszentelt kegyelmet, és mindig tiszta szívűek maradjanak. Arra kérünk, hogy a gyakori szentáldozás által egyre erősödjék bennük az Úr Jézus Krisztus iránt való szerete. Add, Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt. Add, Urunk, hogy földi hazánknak váljanak javára szorgalmas és áldozatos életükkel. Add, Urunk, hogy szüleiknek örömeteik engedelmes és jóra törekvő életükben.
Kintél az minket. Mindenható Örök Isten, add, hogy akik ma először részesülnek Szent Fiad apamájában, napról napra gyarapodjanak az erényekben, eljussanak az örök élet boldogságára, aki élsz és uralkodod mindörökkön. Örökkön. Kedves testvéreim, most egy nagyon szép mozzanat következik a Szentmisének. Az első áldozáshoz járó gyermeket az első áldozási napjukon, amelyet emléklapként kapnak, aláírják az ő első áldozási ígéretüket, mint egy megtekintve azt, amit Jézusnak ígértek, hogy mindig az ő jó gyermekei lesznek. Thank you.
Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és védj minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret,
és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kegyve, az úri és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Készülök a lakomára.
magunkban. Áld meg drága szüleimet, velük együtt vezess kérlek, hogy elnyerjük együttesen az örökös dicsőséget. Ámen. Kedves elszeretném, Fehér Szent Ostiában Jézus jött hozzátok, bár hozzám is jönnem, mi is nagyon várunk. Addig is, mint magunk, helyetekre állunk, mondjátok el néki, a mi kívánságunk. Úr Jézus, jöjj majd el szívünk templomába, a mi életünknek is terüljön ki el. Szeretett testvéreim! Ma 12 gyermek szíve vált, nyugodtan mondhatjuk, hogy szentségtartóvá, csak ilyen rosszul. Ma 12 gyermek lett, ahogy görög katolikus testvéreim mondják, Krisztus hordozóvá. Ma 12 család új vendége Jézus. És ez a 12 szív tüzet fog, akkor lángra lobbanhatnak a falnak, és irányt mutathatnak az egész népnek. Kedves szülők, nagyszülők, kedves testvéreim, ne üzzétek ki gyermekeitek szívéből Krisztus. Ne tanítsátok nekik újra gyermekkoruk, a gyermekkorotok versikéjét, tüzet viszek, ne lássátok, ha lássátok, se mondjátok, ég a ruhátok. Éppen ellenkezőleg segítsetek, hogy a hamu alatt is sokszor, de éljen bennük a ma kapott krisztusi parancs. És imádkozzunk, hogy Isten hallgassa meg, mind a szülők, mind pedig a most kis első áldozó kéréseit. Tartsa meg jó szüleiteket, keresztszüleiteket, nagyszüleiteket, hogy mindig útmutatók legyenek nektek a földi életben.
Az Isten különleges kegyelme szükséges ahhoz, hogy ezt a fehérséget, ezt a tisztaságot, ezt a szépséget meg tudják őrizni életetek egész folyamán. Olyan szép, olyan csodálatos ez a nap, de ne csak egy egyórás, ne csak egy egynapos, ne csak egy egyhetes vagy egyhónapos élményt jelentsen ez a számotokra, hanem életre szóló élményt jelentsen. És örökkön-örökké kísérjen benneteket, az oltári szentség gyakori vétele által növekedjetek fel igaz keresztényekké. Azt gondolom, hogy talán soha nem volt annyira aktuális a bevezetőkor elhangzott kérdések utolsója. Mert valóban ezekkel a kisgyerekekkel Jézus nagy dolgokat művelhet, megújíthatja az egész nemzetet. Hisz nyugodtan mondhatom, hogy a nemzet megújulásának a kapujában vagyunk, és a jövő ifjúsága kezében van a kulcs, hogy ezt az új, szebb, boldogabb jövőt fel tudja építeni, de ha az ember csak a saját erejére hagyatkozik, akkor ez nem fog sikerülni. Isten nélkül lehet élni, de higgyétek el, nem érdemes. Nem érdemes. Mert előbb vagy utóbb az ember így vagy úgy, de találkozik a Jóistennel. Legyetek Krisztus hordozók, és azt kívánom, hogy az Úr Jézus vigyen végbe veletek tényleg nagy dolgokat, hogy majd a bölcs nagyok tényleg megváltassák azt. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, e szentség vétele, és az örökkévaló egy és oszthatatlan szent háromság meghallása, szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségéhez, Krisztus, ami mondtál, amen. Szeretettel hirdetem a következőket. Ma Szent Háromság vasárnapja van. A Szent Misét elhunyt Sohár Kálmánné lelki üdvért ajánlottak föl halálának 10. évfordulóján. Szent Misét a következő héten, pénteken nem jártok az egyház állásán. Az Úr legyen veled, és a legyen, Isten végéje, amely meghalad minden értelme, őrizze meg szíveteket és elménteket, Istenünknek és Szent Fiának, ami Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Amen. Táplálja lelketeket hitünk igazságainak, és tegyen áthatatosság titeket a jó cselekedetekre. Amen. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szeretet.